Köszönöm, köszöntöm a résztvevő versenytőket, ugyanúgy, mint a tervezőkben résztvevő tanárokat. Másrészt köszönöm, hogy részese lehetem ennek az immár hagyományosnak mondható karácsony előtti, ünnep előtti versenynek. Sok szép munkát láttunk, nagyon igényesek, nagyon finomak. Az a baj, hogy az első három helyezett csak három szám, és nem lehet mindenkit az első háromba besorolni, de aki nem került be, az is megnyugodhat, mert mindenkinek a terméke finom, és tetszetős volt. Külön kiemelném a ötletességet, úgy a díszítéssel kapcsolatban, mint az összeállítással kapcsolatban. Nagyon szép volt, említésre méltó munkákat láttunk a tortákba és a szeletekbe is. Azt kívánom, hogy ugyanilyen lelkesedéssel végezzétek a munkátokat sokáig, mert ez egy nagyon szép és kreatív munka. Köszönöm szépen! És akkor az eredményhirdetés következik. Úgy gondoltuk a jelentkezések alapján, hogy mivel jelentkeztek 9-10-esek is, ugye akik majd csak a szakmát szeretnék választani még, és vannak ugye a profik, akik a szakképzőbe járnak már, ezért két külön kategóriát csináltunk, azért, hogy egyenlőek legyenek az esélyek. Úgyhogy először a kis kuktár kategóriáját szeretnénk, tehát a 9-10-esek eredményeit kérdezni. Első helyezett lett a zsűri alapján Csorna Katinka trüffeltorták.